nagykanizsai fúvós zenekar zenéje hívta a Deák térre a kanizsai polgárokat ünnepelni és emlékezni 1848 sorsfordító tavaszára, annak történelmi, nemzeti identitásunkat alapjaiban meghatározó eseményeire. Március 15-e attól az évtől egybefonódott Petőfi és a Máciusi ifjak nevével, a nemzeti dallal, a 12 ponttal, a szabad sajtó első termékeivel. Az 1848-as, 49-es forradalom és szabadságharc 168. évfordulójára emlékező ünnepi programokra idén is sokan voltak kíváncsiak. Figyelem! A zászló felvonást ezúttal is látványos menet előzte meg, a Túri Baranta közösség hagyományőrzői, a történelmi vitézi rend nagykanizsai hadnagysága vitézei és a Kanizsa Lovas Klub császárhuszárjainak közreműködésével. Polgármester úr, Dobri Lajos, huszár őrnagy, kérek engedélyt az 1848-as szabadsághoz tiszteletére, az ünnepélye zászlófelvonásra. Az engedélyt megadom. A romantika korabeli értelmezés szerint az erőt, a hűséget és a reményt szimbolizálja a piros-fehér-zöld színű lobogó, amely 1848 óta Magyarország egyik nemzeti jelképe. A zászlót a császárhuszárok tűzték és vonták fel. Zászlónak! Himnusznak! Tiszteleg! A Deák téri események a zászló felvonással nem értek véget. Az ünneplők a 48. gyalogezred emlékművéhez vonultak át. Az emlékműnél az utókor háláját fejezte ki és tisztelgett a forradalom és szabadságharc hősei előtt. Koszorút helyezett el a szobor lábánál a városvezetés, politikai pártok, szervezetek, iskolák képviselői. Az emlékműnél az ünnepség napján még láthatók voltak a nagykanizsai és környéki óvodások által pénteken kihelyezett papírzászlók. A délelőtti ünnepség sorozat a Hevesi Sándor Művelődési Központban folytatódott, ahol Dénes Sándor polgármester osztotta meg ünnepi gondolatait a nagykanizsaiakkal. Márai Sándort idézve emlékeztetett rá, nincs hatalmasabb erő, mint az ember szabadság iránti vágya. 168 esztendeje, 1848, egy esős márciusi napján ez a vágy lobbant fel, és vált valósággá, mert megszületett a magyar szabadság, és vele együtt a magyar nemzet. 1848 hősei ki akartak szakadni a némaság és a biztonság börtönéből, fogalmazott a polgármester. Hittek abban, hogy bebábozott lelkükön túl van egy olyan világ, ahol szabad a szólás, szabad az ember és szabad a magyar. Saját félelmeikkel kellett megküzdeniük, de döntöttek sorsukról és a magyarság mellett, hangsúlyozta Dénes Sándor. Ez a szabad közösségbe vetett hit
a mi 168 éves magyar, ez a mi 168 éves nagykanizsai örökségünk. Ehhez kell hűnek lennünk. Akkor, amikor döntéseket hozunk az életünkről, a jövőnkről, amikor felelős módon kiállunk közös értékeinkért. Ezért küzdünk ma is, nap mint nap, hogy kibontsuk mérhetetlen világunkban, ami sajátos, és csak ránk jellemző lehetőségeinket, hogy megteremtsük az itt élő emberek képességeihez és tehetségéhez méltó körülményeket. Hogy megvédjük határainkat és értékeinket mindazon erőktől, akiknek ősei nem itt küzdöttek a szabadságért, akiknek a talpra magyar nem jelent értéket. A mi feladatunk, hogy bejárjuk azt az utat, melyen a márciusi ifjak elindultak, nem ismerve a lehetetlent és a félelmet. Nagykanizsa polgármesterének beszédét követően a Dr. Mező Ferenc gimnázium 11-esei álltak színpadra, hogy az annak idején a márciusi ifjakat is hevítő eszméket felidézzék. Az előadást Teleki Tünde, a gimnázium tanára állította össze. A műsorban közreműködtek az Irinyi Miklós Általános Iskola 4-es kisdiákjai. A magyar nemzetnek volt nagy és sok védke, és büntetéseit már átszenvedte ő. De erénye is volt, és jutalmat érte még nem nyert. Jutalma lesz majd a jövő. Élni fogsz hazám, mert élned kell. Dicsőség és boldogság részen a te életed. Véget ér már a hétköznapi vesződtség, várd örömmel a szép derült ünnepet. Legyünk nagyok, amint illik mi hozzánk. Hogy az Isten gyönyörködve nézzen ránk. Felejtsük az ezer éves kínokat, ha az Úr most testvérének befogad. A március 15-i program délután a Kossuth téren folytatódott, ahol Kossuth Lajos szobránál helyezték el a tisztelet koszorúit. Jöhet idő, hogy emlékezni, bátrabb dolog leszünk tervezni. Bátrabb, kunkon, a magyar múlt időben, kultuszünk a jövendőben. A téren a Rozgonyi úti általános iskola diákjai mutatták be ünnepi műsorukat, majd az emlékezők a városi köztemetőbe mentek, ahol a forradalom és szabadságharc nagykanizsai honvédjeinek, így Darázs Zsigmond, Eperjesi Sándor és Szekeres József sírjánál hajtottak fejet. Darázs Zsigmond sírjánál állunk. Az 56. honvéd zászlóalj hadnagyaként szolgálta a komáromi fegyverletételig. 1861-ben Nagykanizsa városi jegyzőjévé választották. Hajtsunk fejet emléke előtt.